Kozma Orsolya dietetikus, crossfit edző és versenyző 1997. májusában született Sepsiszentgyörgyön. Ízig vérig háromszékinek vallja magát. Kislányként mindenek előtt színész és rádiós szeretett volna lenni, s bár utóbbi szakmát ma is gyakorolja, az élet mégis teljesen más sorsot szabott ki neki. Mint mondja, gyerekkorában kicsit sem tartozott az örökmozgó, vékony lányok közé, éppen ezért 17 éves korában egy kattanásnak köszönhetően kezdett komolyan érdeklődni a helyes táplálkozás és a dietetikus szakma iránt. A középiskola elvégzése után a budapesti Semmelweis Egyetem dietetikus szakára iratkozott, és kiköltözött a magyar fővárosba. Az ott eltöltött 5 év alatt ismerkedett meg a crossfit sportággal, és mivel hatalmas motivációra lelt benne, rövid időn belül profi szintre emelte szaktudását. Néhány év elteltével már nem csak a nívós megmérettetések versenyzőjévé vált, hanem edzőként is elkezdett tevékenykedni, Budapest legszínvonalasabb crossfit termében, a Bibroszban tartott tréningeket. 2021-ben hazaköltözött háromszékre, azóta mondhatni két laki életet él. Egyaránt tart edzéseket és előadásokat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is. Küldetésének tekinti az egészséges táplálkozás népszerűsítését, és hiszi, hogy dietetikusnak lenni nem csak szakma, hanem hivatás is. A sport és a szakma gyakorlása mellett rengeteg hobbija van, imád például táncolni és olvasni is, de legnagyobb szívfájdalomként éli meg, hogy szinte lehetetlen mindent belesűríteni 24 órába, amit ő egyetlen nap alatt meg tudna, illetve meg szeretne tenni. A Pertu e heti epizódjában tehát Kozma Orsi világát mutatjuk meg közelebbről. Tartsatok velünk!